A lovas és a kígyó. Van egy közmondás, mely szerint jobb, ha egy bölcs van ellened, mint ha egy bolond támogat. Én, Salim Abdali, tanúsítom, hogy amit mondok, igaz. A létezés hatalmasabb köreiben épp úgy, mint az alacsonyabb szinteken. Mindezt pedig a bölcs hagyománya tárja föl, amely a lovas és a kígyó történetét is eljuttatta hozzánk. Egy lovas a nyergében ülve észrevett egy mérges kígyót, amint lekúszott egy alvó ember torkán. A lovas tudta, hogy ha aludni hagyja az embert, a méreg biztosan végez vele. Rácsapott hát az ostorával az emberre, hogy felébredjen. Ezután, minthogy nem volt vesztegetni való idő, erőnek erejével arra kényszerítette, hogy rohadt almákat egyen a földről, majd egy patakhoz hajtotta, ahol erőszakkal megitatta. Ez alatt a másik folyton ki akart szabadulni, és így könyörgött a lovashoz. Mit tettem, te embertelen, hogy így kegyetlenül bánsz velem? Végül, amikor már alig állt a lábán, és az alkony is rájuk borult, az ember a földre roskadt, és kihányta az almákat, a vizet és a kígyót is. Amikor látta, mi jött ki belőle, megértette, mi történt, és a lovas bocsánatáért esedezett. Ez a mi állapotunk. Amikor ezt olvasod, ne vedd történetnek az allegóriát, sem allegóriának a történetet. Azokat, akik tudással vannak megáldva, felelősség is terheli. Azoknak viszont, akiknek nem jutott a tudásból, találgatásaikon kívül semmiük sincs. A megmenekült ember így szólt a lovashoz. Ha elmondtad volna, mi történt, szíves örömest vállaltam volna mindazt, amin keresztül mentem. A lovas pedig így felelt neki. Ha elmondtam volna, nem hittél volna nekem. Vagy megbénultál volna a rémülettől, vagy elszaladtál volna. Vagy visszaaludtál volna, hogy elfeledd az egészet, és nem lett volna idő semmire. Azzal a titokzatos alak megsarkantyúzta a lovát, és eltűnt a távol.